Szabolcs-Szatmár-Bereg megye mezőgazdasági szempontból, területileg és a vállalkozások számát tekintve is a legnagyobb az országban. A vidékfejlesztési programban jelenleg közel 80 támogatási forma található, melyek összesen 1300 milliárd forintnyi támogatást nyújthatnak a mezőgazdasági vállalkozók számára. Ezt Viski József, az agrárvidékfejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár mondta el egy balkányi agrárfórumon. Hozzátette, ezen források mindegyike érintheti a megyei vállalkozókat is, a fiatal gazdák számára pedig 36 külön pályázattal készültek. A vidékfejlesztési programban volt egy külön alprogram, amit a tehát az agráriumban élő fiatal gazdák részére biztosítunk. Ez két fő részből tevődik össze, ennek az összege 76 milliárd forint egyébként. Egyrészt az egyes beruházási támogatásoknál, annál a 36 pályázatunknál a fiatal gazdák külön versenyeztek az idősebb társaiktól, tehát egy nagyobb összegű támogatást, illetve minden általában kedvező feltételek egy alacsonyabb pontszámmal tudtak nyerni ugyanazon kertészeti, terménytároló és állattenyésztési pályázaton, mint a 41 évnél idősebb társaik, tehát egyrészt így támogatjuk a fiatal gazdákat, másrészt pedig a korábbiakban is megismert fiatal gazda induló támogatás is rendelkezésre állt a gazdálkodóknak, amiben most a napokban hirdett eredményt a miniszterelnökség. Itt egy körülbelül 3000 pályázat volt az, ami sikeresen tartalmi értékelésre juthatott, és most első körben egy 1000-1200 pályázat fog támogatásban részesülni, és természetesen a feldolgozottság függvényében, illetve attól függően, hogy tudunk-e még plusz forrásokat találni, megpróbáljuk ezt a kört mindenképpen bővíteni, és minden alkalmat megragadni arra, hogy a fiatal gazdáknak támogatást tudjunk nyújtani. Az előző 2007 és 2013 közötti időszakban 9 milliárd forint volt betervezve a vidékfejlesztési programba a fiatal gazdák támogatására, melyet a következő időszakban 2015 év végére 93 milliárd forintra növeltek. Rácz Imre, az Agrárkamara megyei elnöke a 35 perc című műsorunkban azt mondta, megyénkben a fiatal gazdáknak kitörési lehetőség a mezőgazdasági vállalkozóvá válás. Az utóbbi időkben talán azt tapasztalható, hogy aki a mezőgazdaságot válassza, mégiscsak egy olyan jövőt lát maga előtt, hogy sokat beszélgetünk a piaci lehetőségekről, piaci lehetőségnek a bővítéséről, és a gyümölcsfeldolgozásra, ami itt a kézi munkaerőt jelenti. Azért most is Tornyospácán is, illetve a megyében, még Geszteréden is várhatóan épül egy gyümölcsfeldolgozó. Ezek mind azt segítik elő, hogy egy biztonságos termelést, illetve jövedelmet biztosító ágazat lehet a mezőgazdaság. Én úgy gondolom, hogy a fiataloknak, ha példát mutatunk, és azt látják maguk előtt, hogy egy biztonságos, magadura módon gazdálkodva egy jövőt építő ágazatba vágnak bele, akkor szívesen fordulnak elő. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe adták be a fiatal gazdáknak több mint 2/3. Ez is azt sugallja egyrészről, hogy nem nagyon látnak a fiatalok más megoldást. Én azért is szeretném, ha sokkal jobban mozgatnánk itt a mezőgazdasági ágazatot, mert nem nagyon van kitörési pont, illetve a fiataloknak más megoldás, mint hogy egy bizonyos kis területen kézi munkaigényes növény termeljen, öntözéssel első osztályú árut állítson elő, ahol a világpiacon mindenhol megáll helyét. Rácz Imre hozzátette, a sikeres értékesítéshez elengedhetetlen, hogy a piacon ne egyenként jelenjenek meg a gazdák a terményeikkel, hanem valamilyen szövetkezeti formába tömörülve közösen keressenek maguknak piacot. Ehhez elmondása szerint további kormányzati támogatásokra lesz majd szükség.